No, hát egy újabb sport téma, egy kicsit talán még gyorsabb, még modernebb, még izgalmasabb, mint a az eddigiek, amiről szó volt. Urán, a foci nem beszélget. Mindenképpen gyors, ami jó reggel. Hát, jó, most már fejlődik azért a magyar foci is gyorsul, de azért a rali sport színvonalát még nem éri el szerintem, mert hogy ott őrült szágúdás van. Turán Fici szerintem már több is, mint 30 éve, de két évtizednyi biztos több a pályafutásod, ugye? Igen, hát 94. Jó reggelt, sziasztok! Igen. 94-ben debütáltunk, még akkor az Astra kupában. Bizony, tényleg. Onnan. Igen, mert hát te pályaversenyző voltál eredetileg, a Hungaroringen találkoztunk igen, először, igen. És aztán a raliba át kúsztál, és most egy újabb gyorsasági autósport, nem a gyorsasági, hanem a rallycross és a család érdeklődésének homlokterébe került a lányod által, aki 14 éves, és itt az idejű versenyezőn, ugye? Hát nem tudom, mi itt az ideje, nyilván ez így alakult. Igen, nekem két lányom van, ikreim vannak, és ő az, aki ilyen Lotti. Aki mindig, a Lotti, igen, aki mindig is érdeklődött így az autósport iránt, szeret vezetni, és nyilván tanítgatom vezetni, ahol lehet. Az lett volna a következő kérdésem, hogy tanítgatod, vagy eltiltod? Kettő szokott lenni, valaki tiltja a saját hobbitól a gyereket. Nem, én azt gondolom, hogy nekem nagyon fontos, hogy ő megtanuljon vezetni, tehát hogyha majd eljárnak szórakozni, ne a srácok vigyék haza, hanem hogy haza tudjon vezetni. Meg más vezetni akarunk. Így van, de alapvetően szerintem az nagyon fontos, hogy közúton ő nagyon jobb, magabiztosan tudjon majd vezetni, ezért mi megteszünk mindent, és egyébként ez az alapja annak is, hogy ő elkezdett versenyezni, mert van ez a junior kategória, ez a Hankook Racer Cup Junior, ami szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, egyforma autók, alapvetően gyerekeknek van kiírva a szezon, úgyhogy szerzációs izgalmas, az elmúlt években volt szerencsém a helyzet. Úgyhogy egyrészt izgalmas, másrészt megtanulnak jól vezetni. Biztonságos körülmények, ez elég egy a stressz helyzet. Belátható pálya, van, új szerintem. Falak. Nyilván ez szülőként nagyon nehéz lesz majd kintről megélni nyugodtan, de hát várjuk. Itt van, menjünk a vonalban, nem tudom, hogy Lottival is tudunk beszélni. Igen, úgy látom, Skype-on sikerült. Lotti, a két Lotti egyike, azt mondta Dikre, az eszembe. Szia, Lotti! Hát hogy állsz az idei szezon elében? Mert ugye most már nincsen visszaút, itt kérdezgettük édesapádat, hogy hát hogyan, meg nem félte, meg ilyesmi, de hát ez most már nem kérdés. Beneveztetek, ott leszel. Azt még nem tudjuk, úgy, hogy mikor lesz az első futam. Ugye már kellett volna, hogy legyen egy húsvéti. Aztán május, a pünkösdi meg lesz. Én úgy tudom, hogy május 8. Igen, igen, a Rabócsiringen talán. Kakucsringen. Vagy előtte még Kakucsringen is lesz, igen. Ismered ezeket a pályákat? Egyébként jártál már ezeken? Tehát nem lesz teljesen új számodra? Hát a kapucsot azt ismerem, ott szoktunk kapálat gyakorolni, oda mindig ki szoktunk menni, úgyhogy ezt már jól ismerem, igen. Ugye egy kicsit beszéljünk arról, hogy azért teljesen ne legyenek a nézők megriadva, hogy azért nem egy igazi rali versenyről van szó, mint amit édesapád csinál, hogy 20-30 kilométeres ismeretlen, vagy egy-két alkalommal bejár gyorsasági szakaszokon, hanem egy nagyjából 1000 méteres körpályán, amit előtte be lehet gyakorolni, ott fogtok majd versengeni. Azt tudod, hogy hány ellenfeled lesz? Hányan lesztek így fiatalok? Azt hiszem 14-en vagyunk. Az már komoly. És ugye vannak jobbak is, úgyhogy igazából most az a lényeg, hogy kihozza magából a legjobbat, és még gyakoroljunk. Már a jobbat úgy értető, akinek már van rutinja, tehát előző években is ment már. Hát igen, azért vannak olyan srácok, akik 4 éve mennek Suzuki-val. Ugye van, akik sokkal korábban kezdték ezt el, mint mi. Ugye az idei év az nekünk onnan indult, hogy a vezetési alapokat kezdte Lotti megtanulni. Most már szerintem nagyon jól halad. Tehát idén kezdtél el Lotti vezetni tanulni? Egyáltalán? Igen. Aha. Igen. Hát jó, a gyors a tempó most a versenyen. De... Igen, hát meg tudod, ezek sima kéziváltós autók, mert az, hogy nyilván régen az ölembe ülve vezetett, utána most már automata autókat tud egyedül is vezetni, ez egy bizonyos alap. Ott jelentett, de az, hogy ügyes versenyzőlésből bekötve, sisakba... Ez új fizikai munka azért, itt a váltás, a kuplung megfelelő időben... Ez egy teljesen új közeg neki, és szerintem nagyon jól fejlődik. 5-6 tesztem vagyunk. Lotti, élvezed nagyon? Nagyon szereted ezt csinálni? Mit szeretnél? Csak kötelezettségben, mert hogy édesapád is ezt csinálja. Hát nagyon szeretem, én nagyon élvezem ezt az egészet. És tényleg én mindig ez, tehát nagyon-nagyon szeretem. Te ki voltál korábban is egyébként, édesapád versenyeit követted, akár a Hungaroringen korábban, vagy igen. Akkor még talán nem is éltél akkor, Mikor, de hogy a rally versenyeket figyelted, azért tanulgattál? Már rallyban kint voltam, kb. Mindegyiken, és nagyon tetszik az is. Az érdekes lányként, az egy fiúnál természetes, ugye ő benzingőzt, ugye magába szívja, de hogy
hogy lányként is mindenképpen. És egyébként ez hogy van? Csak te, vagy a testvéred is érdeklődik, de neked adatott meg a lehetőség, vagy teljesen különböző? Nem, teljesen más személyiség a két kislányom. A Lotti a vagányabb, a Zsófi egy kicsit ilyen visszafogottabb, inkább ilyen kis csajosabb, de ő is jól vezet egyébként, de őt maga a versenyzés az nem annyira nem motiválja. Mennyivel mennek ezen a pályán, aki esetleg nem tudja? Hát szerintem így a max sebesség az ilyen 130-120-130, tehát alapvetően ezek nem erős autók, tehát ez egy beszálló tanuló kategória, de amikor majd a döntőbe 6-7 autó elrajta egymás mellől, azért ez egy nagyon komoly izgalom lesz. Szerintem a szülőknek inkább azt el tudom képzelni. Nekik. A terv az, hogy idén ezt jól megtanuljuk, ezt a versenyzést, aztán meglátjuk, hogy megyünk tovább. De hát Lottinak sok sikert kívánunk, de egy picit még picire. Mert hogy vannak friss hírei Fricinek, még nem engedjük el. Igen, egy picit még azért téged a rallyról, hogy ugye az elmúlt években egy más márkája autóban szoktunk, meg most pedig idén, már tavaly is mentél a pólóval, Volkswagen pólóval. Ez mennyiben új és más technika, mennyire tanulod még, mit vársz az idei szezontól, ugye te a rally bajnokságban igyekszel most? Nagyon érdekes, ugye tavaly ebben az autóval mentünk, nekünk ott teljesen új volt, és idén évvégén volt egy hír, ugye a Volkswagen Motorsport kivonul tehát hivatalosan a Volkswagen Motorsport programját befejezi, és attól tartottunk, hogy az autó fejlesztésére is negatív hatással lesz, de mint kiderült, hogy az autó nem hogy negatív, hanem gyorsabb lett. Most volt a hétvégén az Orfői verseny, ez egy tesztverseny volt, amit hál' Istennek megnyertünk. A leggyorsabbak, így fél perccel az adás vége előtt mondjuk. Amit meg tudtunk nyerni, és az köszönhető annak is, hogy a tavaly csak a gyári támogatást élvező pilóták szoftvereit, motoralkatrészét megkaptuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az idén ez a Volkswagen Polo még gyorsabb lesz, és hát nagyon remélem, hogy még sikeresebbek tudunk lenni. Egy helyet kéne előjönnünk a bajnokságba abszolút. Igen, mert hogy hajszálom múlott tavaly is a bajnokság. Egy ponton múlt. Korábban már megnyerted, de hát reméljük, hogy idén is majd sikerül. Úgyhogy remélem, hogy egy picivel. Sikert vagy kézislábim, kell kívánni nektek. Köszönjük. Nagyon köszönjük a családnak, mindkét versenyző tagját, sok sikert. Szervusz, Lotti. Köszönjük szépen. Köszönjük Fricit, sok sikert. És hát a nézőktől pedig lassan búcsúzunk, mert itt a műsor vége, de holnap is találkozhatnak velünk, ha tetszett a mai műsor. Köszönjük, hogy velünk voltak. Holnap jövünk. Viszontlátásra. Szép napot mindenkinek.